A színészet egy hosszú távfutó magányosságával egyenlő. Így véli mai vendégünk, aki előbb filmsztárként szépségével meghódította a hazai és európai nézők szívét, majd a színpadokon is bizonyítva vált érett és letisztult művésszé. Lássuk, kinek a portréjával várjuk ma Önöket a Kontúrban. Tordai Teri, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész. Mire készülsz? Ez nem hivatalos, nem egy interjú, csak egy kedves baráti beszélgetés. A Színház és Filmművészeti Főiskolán 1964-ben diplomázott Pártos Géza osztályában. Már főiskolásként szerepet kapott Keleti Márton Esős vasárnap című filmjében, amely rögtön országosan ismertté tette. Egy évvel később Makkároly az utolsó előtti ember című filmjében tűnt fel, majd a Mit csinált a feleséged 3-tól 5-ig című vígjátékában. Színházi pályafutását a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte, amit a Fővárosi Nemzeti Színház követett, ahol 6 évet töltött el. Feltűnő szépsége évekig meghatározta szerepkörét. Az 1960-as évek második felétől számos külföldi filmben játszott, és néhány évig a német nyelvterület legnépszerűbb sztárjai közé tartozott. Nem tudtam aludni a boldogságtól, hogy már 30 éves vagyok. Mindeközben hazai alkotásokban is folyamatosan szerepelt, így a Sarkadi Imre műve alapján készült a Gyáva című produkcióban, és a Megtörtént bűnügyet feldolgozó Fejes Endre műben a Jó estét nyár, Jó estét szerelem 1972-es tévés feldolgozásában. Játszott a Révész György rendezte Pendragon legendában és Szabó István Oscar-díjas alkotásában a Mephistóban is. Az 1980-as évek közepétől hangsúlyosan visszatért a színpadra is, hosszabb időt töltött a József Attila és a Veszprémi Petőfi Színházban. 2001 óta az Új Színház művésze. Sok-sok évig legyünk együtt és találkozunk, jobbnál jobb szerepekre. Ezt kívánják, nekem ezt kívánom Önöknek. Köszönöm, hogy legyen. Én pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm Tordai Terit itt a stúdióban. Azon gondolkodtam, amikor idéztem ezt a hosszú távfutással kapcsolatos gondolatot, hogy a színészet olyan, mint egy nagyon magányos hosszú távfutás, hogy ezen mit ért pontosan? Milyen a színész hosszú távfutó? Türelem. Tudod, a türelmet azt nem lehet tanítani, az ember arra vagy rájön, még ha mondta is volna egy-egy idősebb kollega vagy kolléganő, hogy Teri, türelem, hogyha éppen nem úgy érzed, meg más szeretnél eljátszani, vagy vágysz valamire, akkor nem hittem volna el. A türelem én nekem valahogy az életem folyamán jött. Nem az öregségemmel, nem a korommal jött a türelem, pedig az lenne a normális. Nem, hanem az egészet nem így képzeltem el, tudod? Ezzel mit értünk, hogy az egészet nem így képzeltem? Úgyhogy annak örültem, hogy rögtön fölvettek a főiskolára, tudod? De az is valahogy, én nem tudom miért, olyan magától értetődő volt. És amikor megláttam az osztályt, akikkel osztálytársaimat együtt voltam, mondom, hú, ez szuper, nagyon jó csapatban vagyok benne. De ebben mindegyikben volt valami gyerekes hit, hogy játszom, hogy engednek játszani, hogy ez szuper, hogy játszhatok öreg szerepet, meg Irinát, meg nem tudom, meg az osztályfőnök Pártos Géza, hogy hallgatom, és csodálatos. Hát ebben nem volt beleosztva, hogy türelem, hogyha nem úgy sikerül. És tudod, mikor jött Szilvi? Amikor 5 év külföldi munka után nem vett vissza a Nemzeti Színház, és nem tettem én magamat sztárrá, hogy én most sztár vagyok, csak az rosszul esett, hogy ott, ahol fizetés nélküli szabadságot kaptam, és olyan szép szerepeket játszottam, és olyan jó csapatba indultam, Kálmán Gyuri, Töröcsik Mari, Sinkovics, Agárdi, hogy miért nem vettek engem vissza, és az akkor nagyon-nagyon billenhetett volna, tudod? Rossz irányba. És mi múlt, hogy nem billent? És akkor valahogy az volt bennem, hogy olyan sokat kaptam az alatt, az 5 év alatt, olyan sokat tanultam kint, én akkor nem is gondoltam. Megtanultam igazi sztár kollégákkal együtt játszani. Megtanultam a filmezésnek az alapját, hogy én szeretem a kamerát azért, mert
mert őszinte vagyok a kamerával, és ezáltal a kamera is szeret engem, és akkor ebből lett egy ilyen nagy természetesség. És akkor ebbe belecsapott az, hogy nem ment simán az utam. Mi a csodát csináljak? És úgy jöttem vissza Magyarországra, hogy sehova nem kellettem Pesten, egy pesti színházba se, és akkor elmentem Pécsre, ahol egy csodálatos csapat volt. Bújtor, Pásztor Erzsi, Timár Éva, csodásan éreztem, Hol István, és egy évig ott voltam azért, hogy nem hallatszik-e valami, hogy már nem úgy beszélek magyarul, ahogy kellene, hogy nincsen, hogy nem maradt. Hogy képes-e még arra, hogy úgy beszéljen, igen, a színpadon? És nem itt várakoztam, ugye kocsim is lett az 5 év alatt, meg lakásom is lett, mindenki irigyelt, mindenki mindent gondolt mögé, hogy ó. És nem ott folytattam, hogy itt riszáltam volna magam, hogy na én voltam, meg talán egyik stúdióból megyek a másikba, szinkronizálok, nem. Arra voltam kíváncsi, hogy amit én elhatároztam, és amit nagyon szeretek, a színház, az annak hogy felelek meg? Kaptam egy gellert, tudod, és ehhez kellett egy kis türelem, hogy a próbához. Aztán... De bocsánat, akkor jól fordítom, hogy a hosszú távfutás ezek szerint a színészetben azt is jelenti, hogy az ember a látszólagos negatív körülmények ellenére kitart abban, amiről érzi, hogy az az útja? Igen, igen, és nem biztos, hogy mindig te vagy az első, hogyha, mert ez egy verseny. Akárhonnan is nézem. És van, amikor én vagyok az első. Érdekes, hogy amikor nagy sikereim voltak, azt nehezebben viseltem el, mert elkezdtem kutatni, hogy miért tényleg, mindig rákérdeztem, hogy igazából, kutattam, hogy őszinte ez a siker. Ez egy bizonytalanság, egy belső bizonytalanság? Igen, de az nagyon jó, ha egy színészben benne van a bizonytalanság. Kell? Az, igen, én nekem az segít, tudod, hogy... Hát azért itt megvoltak azok a feltételek, amivel most már 80 éves koromra beszélhetek, hogy dominált az, amit én nem annyira tudtam, hogy van egy feltűnő jelenség. Én azt mondom finoman, hogy csinos. De inkább úgy fogalmazok, hogy feltűnő volt a pisze orrom, a szőkeségem. Nem annyira színpadi színésznő típus lehettem én, de én ezt nem tudtam. Ez a feltűnőség egy kilógást jelentett, igen, a sorból, igen, ami másokat olykor irritálhatott. Hát a csuda tudja, azzal én nem törődtem, engem irritált. Igen? Tudod? Igen, először zavart, igen, először zavart a magasságom, mert a családban anyuka, apuka inkább alacsony volt, nővérem normális. Ez akkor szokatlan volt, utána most már nagyon sok magas színész meg színésznő van, de akkor zavart engem. És ezért nem lett végül balettáncos? Vagy hát ezért, igen, ez azért is nem volt lettem az klasszikus balettáncos, mert ahhoz megnyúltam, spiccipővel nem jó. Nem, hanem tudod, mibe segített? Hogy a humorom előjött. Hogy én úgy képzeltem el magam, még fiatalon is, hogy mint egy felkiáltójel. Hogy hosszú, ott egy kis pont az a feje, hosszúak a végtagok, és ezt én ragyogóan tudom használni. Mert abban a pillanatban tudok így ülni, tudok oldalra nézni, ha éppen itt van a szerelmem, partnerem, és azt kell kijátszani, hogy azért nem kellek neki, mert ilyen hosszú vagyok. Át tudta fordítani karakterekre. Abszolút, abszolút. Most is át tudom fordítani, tudod? Tehát ezt olyan természetesnek vettem, hogy nem minden stimmel, nem éppen egy manöken szépség. Na mindegy, ugorjunk. Aztán Pécs után, hogy rájöttem, Síkferi rendezett Hernádi darabot, meg ellenségek csináltuk, és rájöttem, hogy visszatértem a színpadhoz, de elkezdett hiányozni Pest, meg abba, hogy benne legyek, hogy esetleg talán filmezhetnék is. De tudod, ami meghatározó dolog az életemben, a Jó estétnél Jó estét szerelem, mert szült nekem egy gyönyörű barátságot Fejes Endrével,
a kollégákkal, akikkel együtt játszottam, Harsányi Gabi, akit most is a egyik legjelentősebb színésznek tartok, és az egy óriási kiugrás volt. Na, ő volt az, aki azt mondta, hogy miért a Tordai, hát olyan magas, hogy leszek beleszerelmes. Na mindegy, és akkor visszakerültem Pestre, a Vidám színpadra. Együtt öltöztem Lorán Lenkével, Csala Zsuzsával, és játszottuk Poli Amerikába, az a Brecht Koldus opera folytatása. Bodrogi Gyula volt a Bicska Maxi, én meg a Polli. Azóta sem mutatták be, és olyan édes volt az egyik gengszter, azt hiszem a Kazal Laci bácsi volt, és mikor kijöttem, azt mondta, Terikém, te poéngyilkos vagy, így nem szabad kijönni, bedobod a poént. Még ott van, vársz egy kicsit, és tapsal jössz ki. És olyan édes volt nekem, ez úgy tetszett, megint egy új hatás. Úgy én ezt nem tudom, de nem is fogom követni. Tudod? Mert ez nem az én humorom, az enyém, ez enyém valahol más. De ez egy nagyon fontos gondolat, hogy nyitottnak maradni a hatásokra, igen, de szelektálni, hogy mi vagyok én, igen, igen, ami tényleg én, igen, vagyok. Tudod, de ne hagyjuk azt abba, hogy a türelemről volt szó, hogy nagyon sokat számított az a türelem, hogy ki tudtam várni, míg újra színre kerülök, és ezért nekem kellett valamit tenni. Ehhez türelem kellett. Megint visszamentem Bercik Sári nénihez tornázni. De ez a Kapás utcai intézmény, Kapás utca, legendes művészi torna intézmény. Két hibátlan döntésem volt az életben, még mostanáig is azt hiszem csak ez a kettő. Melyik? Hogy hazajöttem külföldről, mert én itt vagyok itthon, én ebből hozom a gyökereimet, és tudod, mikor hallom, hogy ebből az lett, abból az lett, azt mondtam, hogy te jó Isten, én meg Kossuth Díjas színésznő vagyok, aki kint csak egy kis sztár volt a Terry Tordai, akkor én most engem itthon, most Kossuth Díjat kaptam, és az én életemet követem. A másik, hogy egyik hazajöttem, a másik az, hogy megszületett a gyerekem. Azért mondom így, hogy gyerek, mert gyerekre vágytam, mert a gyerek volt nekem az a gyökér, aki engem megtartott. Mert ez a szakma azért nagyon nehéz, mert ha csak magaddal foglalkozol, akkor olyan lesz, mintha én mostanában állandóan a tükörben néznek, hogy itt is egy ránc, itt is egy ránc, itt is egy ránc, és én nem azt nézem, hanem azt, hogy ez a feladatom, az a feladatom, az a feladatom, jaj, de érdekeset kérdeztél te, de délután fogok vigyázni az unokámra, a feladatok feladatok, tudod, és ha feladatod van, türelmed van kivárni a nehézséget. Ez így jön össze valahol én nálam. Tudod? Hihetetlen, hogy milyen kört írtunk le néhány perc alatt, és még nagyon sokáig szeretném hallgatni, úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetést, de először az első, talán igazán nagy feladatról lesz szó, a főiskoláról. Tordai Teri a Színház és Filmművészeti Főiskola máig egyik leghíresebb osztályában végzett, ahol olyan társai voltak, mint Béres Ilona, Szegedi Erika, Polonyi Gyöngyi vagy a most következő Halász Judit. A Kossuth Díjas színművész arról is mesélt, hogy miként debütáltak együtt az Esős Vasárnap című filmben. Nem futballista, nem futballista, nem vízilabdás, kenybe, vízilabdás. Nőorientált osztály volt, nálunk nagyon jók voltak a lányok. És az a szerencsénk is megtörtént, hogy egy filmben kezdtük el a működésünket a szakmában. Méghozzá másodév végén, két évig nem szabadott a főiskolán kívül semmi munkát vállalnunk, de másodév végén bejött a Bacsó Péter, a Szász Péter és a Keleti Márton az osztályban, és azt mondta, hogy ő gimnazista lányokról csinál filmet, és hogy szeretné, ha mi játszanánk. Lellén nyaraltunk, aztán kimentünk vitorlázni. Ez nagyon jó kis összeállítás volt, és mindannyian egy-egy figurát, egy-egy nekünk illő, tehát észrevehettük azt, hogy nem kellett
nem kellett különböző filmekben játszanunk, mert egy filmben is megmaradtunk mind a négyen magunknak, saját magunknak, különböző típusú és különböző fajta szerepekben. Tehát ezeket össze lehetett hozni, nem kellett konkurálnunk egymással, hogy ez a jobb vagy az a jobb, mert nagyon-nagyon más figurát csinált mind a négy színésznő jelölt. Én ránéztem, ő rám nézett. Arra emlékszem, még a főiskolán az nekünk nagyon-nagyon felejthetetlen emlék vagy élmény maradt, hogy a beszédtanárunk Gáti József volt, aki a Teri szépségétől egyszerűen hanyat dobta magát, és mindig, amikor az egyik fiú osztálytársunkkal, Izsófilivel hozatott magának egy kávét a házban lévő eszpresszóból, akkor a cukrot azt soha nem ette meg, de a Teri mindig megkérdezte tőle, hogy ő megeheti-e, aztán már meg se kérdezte, csak odament, belemártotta a kávéjába és megette, és ezen mi annyira csodálkozunk eleinte, aztán megszoktuk. És ő kapta a legjobb verseket a Gátitól. Míg az egyikünk olyan verset kapott, amit nagyon nehéz volt hatásosan elmondani, a Teri a leghatékonyabb verseket kapta, és a legjobb, könnyebben sikert arató verseket. De hát ennek dacára, hát mi tudtuk, hogy ez a szépségének köszönhető, hallatlanul szép lány volt. Tiszta Dili, fejjel a falnak. Gáti volt ugye, aki tulajdonképpen felfedezte, de azért még valakit be kell említenem, aki egyébként előfordult már, hogy szóba került ebben a műsorban, ugye Pártos Gézát, aki nagyon fontos tanára volt ennek az osztálynak. Mit tudott ő kihozni ezekből a növendékekből, és a lányokból is természetesen, amit más nem tudott volna? Ráérzett valamire, hogy nem, egyre emlékszem, és akkor ebből sok mindent meg lehet állapítani, hogy a próbaterem még a főiskolán az Uráni épületében volt, kis színpad, többi tanuló len ültek, és az Irinát játszottam, próbáltam volna én, és itt, ahogy az ablak van, tulajdonképpen egy fára néztem ki, háttal voltam, és a következőt hallottam a Gézától. Nagy pelyhekben esik a hó, valami csodálatos balalajka szól, de messziről. Valahogy úgy megy az idő, de körbevesz ez az egész hangulati csoda. Moszkva, Moszkva. Csak a két szó volt az Irinának, és abból át lehetett azt vezetni. Tehát nem ésszel írta körül, ha jó értelmében fogod ezt venni, Szilvi, úgy volt érzéki ember, egy rendhagyó figura volt, muszáj ezt mondanom, gyönyörű férfi volt, csak aránylag, én hozzám mérve, alacsony, ő is balettozott, gyönyörű, fejen állt, amikor ideges volt, meg minden, Tolnai Klári volt a kedvenc színésznője, imádta, és ha nagyon jók voltunk, akkor azt mondta, Klárikám, és akkor mindenki drukkolt, hogy mikor fogja nekem mondani, hogy Klárikám, tudod? Egy ilyen személyiség volt. Na most ez fiatal 18 éves lányokra egy utat mutatott nekünk, egy irányt mutatott. Én sose felejtem el, harmadikban, mikor már jöttek a többi színházigazgatók is körülnézni, hogy milyenek ezek a csajok, filmről ismertek minket, akkor én valami karakterszerepbe akartam belebújni, nem valami szép asszonyba. És azt mondta Géz, ez a nem. Magának ez a karakter most sokkal jobban megy, mint az a hősnő, én tudom, de tessék a hősnőt felvállalni, mert magát nem rögtön karakterbe fogják használni. Tessék abba jónak lenni. Ezt képzeld, úgy bennem maradt. És mennyire hogy igaz lett? Hogy igen, az egy menekülés lett volna, mert egy dekoratív szép nőnek, hogy jobb legyél, mint ahogy kinézel, na az a kihívás. És mikor érezte azt, hogy jobb, mint ahogy kinéz? A Blanche-nál, a vágyvillamosánál, aki a kezét nyújtotta felém a külföldi visszatérés után, ami nehéz volt, Bújtor István. Együtt voltunk a filmgyárnak a csapatában, nagy csapat volt együtt, és megrendezte a vágyvillamosát Tennessee Williams-től, és ő látta meg bennem azt, hogy Teri a Blanche.
És csak egyet mondok, a színházi fesztivál volt, akkor még a Vígh Színházban tartották, és olyan érdekes volt, ott ült Tolnai Klári, aki a csoda volt ebben a szerepben. Ott ült Vámos Miklós, Vámos László, a tanárom, a Páholyba, aki rendezte azt a nagy előadást. És mi lent játszottunk. És valami 15 percig tapsoltak. És tudod, mikor született meg az, amikor megéreztem, hogy mikor már teljesen összeroskadt a Blanche, már viszik a Bolondok házába, akkor belekaroltam Bújtor Istvánba, mert ő volt az idegorvos, és azt mondtam, hogy én mindig bíztam az idegen emberek jóságába. És elvitték a Bolondok házába, tudod? Na, ott volt egy olyan találkozás, amit talán, mert az én ilyen szempontból önkritikus voltam vagyok, én nem vagyok egy Elektra, én nem vagyok egy Antigóné, tudod, mert ahhoz nagyobb svunk kell. Én nekem, ha valami problémám volt, akkor úgy idegileg földolgoztam, elmentem sétálni, meg táncoltam, meg gyereket neveltem, meg minden, sose tudtam odaszólni, hogy de miért nem? De miért nem vettetek engem vissza akkor? Pedig ha odaszóltam volna, talán megértik. Tudod? És a vicc az, amikor összekerültem Major Tamással, Jancsó Miklósnak, erre büszke vagyok, a Várszínházban a Jancsó rendezett akkor életében először színházat, a Hasfelmetszőcsekket. És ott ült a nézőtéren az egész fiatal filmes generáció, mert hát a nagymester. Hát az egy élmény volt, mert az első rendhagyó alternatív előadás volt. Én voltam Watson, Major Sherlock Holmes, hát a Watson idősebb, mint Sherlock Holmes. És spiccipőre álltam, és úgy varázsoltam a majort, egyforma smokingba voltunk, szóval minden őrület, ami benne van a szakmában. És akkor Major megkérdezte, hogy Teri, néha én vittem haza, mert már szeme nem volt tökéletes, Teri, miért nem kérdezi meg, hogy miért nem vettük magát vissza a Nemzeti Színházba? És így ránéztem, és mondom, hogy látod, és ez vagyok én. Nem biztos, hogy jó. Tamás, én most játszom, a szakma visszavett, együtt játszunk mi, gyerekem van, én olyan boldog vagyok, hogy boldogabb nem lehetnék. Tudod? Tehát én nem tudom, nem tudok számon kérni, hogy miért. Mert ha számon kérek, először azt kérdezem meg, hogy velem mi volt a probléma? Én hol hibáztam? Ez most is hibázott így van. Valahol? Igen. Ebben a tekintetben? Én nem álltam ki magamért, igen. Elhittem azt, hogy én egy senki vagyok, hogy én hülye filmeket csináltak. Elfogadtam. Próbálom összerakni azt, hogy valaki azt gondolja magáról, hogy senki, miközben mi azt sejtettük, mármint, hogy én nem, hiszen ja, akkor én még ezt nem sejtettem, de hogy az a generáció nyilván sejtette, hogy mekkora sztár lehet Tordai Teri külföldön, az azért pontos ismeretei pont a vasfüggöny miatt nem lehettek. Hát óriási sztár volt kint, tehát azt nagy sztár el sem tudjuk mi azt itt képzelni. Igen. Hát akkor hogy lehet azt gondolni magáról, hogy egy senki? Ez hogy fér össze ez a két dolog? Úgy, hogy muszáj kimondjam magamról, hogy remélem jó színésznő vagyok, mert ez együtt van. De ez egy csodálatos dolog, hogy ez itt ül, együtt van, mert Kossuth Díja 80 éves, azt mondani, hogy remélem jó színész vagyok, ez egy olyan mély és elegáns dolog, azt hiszem, ami hát talán pont a legnagyobbnak a sajátja. Ebben az is benne van, hogy én azt képzelem el, hogy egy színész ne helyezze magát polcokra, hogy most én egy vezető színésznő vagyok, vagy én tudod, mi vagyok? Én egy remélem jó karakter színésznő. És ez egy gyönyörű megfogalmazás, mert a 80 oldalas főszerepben is milyen karakter, milyen személyiség, mi a titka? Én azért nem vagyok féltékeny senkire, mondjuk a Halászra is lehetnék, meg a Béresre is lehetnék, de ez csoda, hogy mind a hárman kosudiasok vagyunk, és ez jóba is vagyunk, és ez jó. Azért nem, mert ami a Juditnak a titka, az utánozhatatlan. Bármilyen műfajba. Az a plusz, a tehetségen túllévő személyiségnek a varázsa. És a Béres ugyanígy van. Utánozhatatlan, tudod? És tudod, mi volt a szép, Szilvi, hogy minket még hagytak, és remélem, hogy ezt a fiatalok meghallják, hogy a személyiségünk az érvényesüljön.
nem mindent a rendező mondott el, érted? Tehát amit a Gézánál mondtam, ezt a Moszkva, ott körülírt egy hangulatot, tudod? Az, amikor egy lépés, két lépés, három lépés, az néha nehéz, de csináltam én a Gál Erzsénél is a városok sűrűjébe, ahol az anyámat egy stúdiós kislány játszotta, tehát én képes vagyok váltani, de igazából azt szeretem, amikor én magamnak a titkából adhatok még valamit, amit talán csak én tudok. Most ugrom neked egyet, hogy ezt megértsed. Ez kiteljesedett a Zserbó tangónál, tudod valahogy? Ez az új színház előadása. Annyira más dinamikájú színésznő vagyunk együtt. A Cillinél dinamikusabb, és humor, és mélység, és egyáltalán szárnyalóbb ember nincs, és én nagyon jól tudok figyelni. Tudod? Például, ha téged figyellek, ha kíváncsi vagy, akkor kint elmondom neked, hogy én mit tapasztalok, és én azt le tudom játszani, ahogy te engem figyelsz. Ez egy fontos dolog, a másikkal való kontaktus. A másik ilyen szenzációs volt, amikor Béres Ilonával a Csütörtöki Hölgyek után együtt akartunk maradni. Nem játszottunk még színpadon, tudod, főiskola óta, és Radnóti Zsuzsa segített nekünk, és a Macskajátéknak van egy más, a Skalla lányok, amit Berényi Gábor dolgozott át, és mi ezt megtanultuk, de először úgy volt, hogy csak fölolvassuk. És tudom, hogy gyakoroltunk, ültünk innen a teraszon, és egyszer csak Illi volt Orbánné, és én voltam az az asszony, aki szép és gazdag, és beteg, de külföldön van, mindenbe segítik, tulajdonképpen ebben a nehéz helyzetben még boldog is lehetne. És a szerelmet úgy éltem át, ahogy a Orbánné, Béres Ilona Orbánné a szerelemről és a szenvedélyről beszélt. Tudod, ez annyira jól passzolt, és ezáltal nem lett a Giza pasztel, csak kicsit olyan lett, mint én. Innen folytatjuk a beszélgetést, mert ismét következik valaki, akit nagyon jól ismer. A 80-as évek közepétől a filmezés mellett újra nagyobb hangsúlyt kapott Tordai Teri pályáján a színpad, aki több társulati tagság után végül 2001-ben az Új Színház kötelékében talált valódi otthonra. Most egy olyan kollégája következik, akivel számos előadásban együtt játszottak. A Jászai Mari díjas Györgyi Annával folytatjuk. Emberileg nekem Teri az igazi nő. Remélem, ez nem tőlem hallja először, sőt, biztos. Egy olyan típusú nő, akit, tehát a 30-as évek nagy filmsztárjai, tehát az az alkat, egy csodálatos ember, nő, színésznő, akinek nagyon jó humora, öniróniája van, képes magán is nevetni. Rendkívül bölcs, egy nagyon bölcs ember, és nagyon-nagyon nőies. A Terinek méltósága van. Emberként is, színésznőként is. Mindig van rajta egy derű, egy olyan derű, hogy akármi ér engem, pedig hát neki sem volt könnyű, tehát voltak nehézségek az életében, akármi történik, akkor is felül tudok emelkedni, tudok mosolyogni. Fontos színésznőként, hogy nem sértődöm meg bármilyen helyzetbe kerülök, akár megalázó vagy méltatlan helyzetbe, hogy egy kicsit fölötte vagyok a dolgoknak, és úgy rálátok. És ez a Teribe olyan csodálatos, ez a derű, ez a humor, ez az elegancia, és ez a méltóság. Tehát, hogy a nehézségek ellenére is ő ezt évtizedeken keresztül meg tudta őrizni, és nincs benne keserűség. És szóval nekem ez egy követendő példa, hogyha bármi történik, akkor ne terheljem a környezetemet a problémáimmal, és hogy méltósággal viseljem esetleg a kudarcokat, vagy a hullámvölgyeket. Úgyhogy én ezt tanultam tőle. Jaj, ezek a visszajelzések, ez furcsa, ez most nekem a legnagyobb,
ajándék, születésnapi ajándék, akár a Judittól, akár a Nusitól, mert két olyan ember, akinek szeretek a környezetében lenni, tudod, hogyha a Covid ugye szétszakított minket, most beszéltük éppen meg reggel Judittal, de nem mondta, hogy fog rólam beszélni, hogy mikor találkozunk jövő héten, tudod, mert a Covid miatt egy kicsit. A Nusi nekem furcsa, ő is furcsát mondott rám, nekem olyan, akinek a színészetéből tanulni lehet. Ez szokták mondani, hogy született tehetség. A Nusi a született tehetség. Olyan szerepeket tudott eljátszani, hogy tényleg sokat voltunk együtt egy darabban, hogy nem is értettem, hogy nem kapott hozzá instrukciót. Nem, és rá érez. Tudod? Na most egy picit én bennem is van ez, és akkor ilyen színésznővel együtt játszani egy mámor. Egyébként mire mondta, hogy furcsát mondott önnel kapcsolatban? Mert azt mondta most, hogy furcsát mondott. Hát nem tudod, a külsőmről tudod, a 30-as években, mert én nem látom magamat, érted, így. Én nem szoktam meg még mindig magamat, hogy is mondjam, itt ülünk egymással szembe. Megkérdeztem, mikor bejöttem, hogy nem kellett volna valami szép, ilyen ünnepélyes estén, és akkor nevett, és azt mondja, nem, jó vagy így, ahogy van. Tudod, hogy én például utcán nem sminkelem magam, az uszodában, ha velem egykorú úr azt mondja a kamasz fiának, hogy ez olyan szép színésznő volt, és szegény fiú csak néz engem, és mondja, tényleg? Tudod, ezzel én nem törődöm, mert ha egyszer csak kapok egy másik embernek a karakterét, a lehetőséget, és akkor én minden tudok lenni. Szép és csúnya, és szexepiles, és frigid, és gonosz, és hát ez a játék öröme, ez csodálatos, tudod? És a Nusiba van ez, mint a gyerekek, amikor elmentek a homokozóba, mert unokáimmal sokat jártam játszótérre, akkor nem nézik meg egymást, hogy jaj, de ronda kövér, ez meg milyen ronda hosszú, ez meg ilyen, meg az meg olyan, hanem játszanak, add ide a cükröt. Én szerintem régen a homokozóban én olyan lehetek, hogy tőlem mindig elvehették a formázó bögröt, és akkor, hát akkor most nincs formázó bögröm, és azt nézem, hogy a másik milyen jót formázik azzal. Érted? Ez különben a humorom. Nem lehet megsérteni. De érdekes, hogy ezt a példát említette, mert azt is mondta, hogy az a jó színész, csak a homokozóról jutott eszembe, akiben mindig van egy kis gyerek. Igen. És úgy igen. Látom, hogy Tordai Teriben bizonyosan igen, van gyerek. Igen, igen. Mi ez a gyerekség? Milyen gyerek ez a gyerek? Sok minden nagyon jó sikerült nekem, de nézd, nagyon fontos, én egy háborús 41-es gyerek vagyok, apa fogságban volt, nagypapa is, nagymama volt, anyuka, átmentünk Egerbe, mert nagyon... Annyira a család vett körül, az a régi család, hogy a nagymama, nagypapa még velünk élt, még nem lehetett szó. 13 éves voltam, amikor mint úttörő láttam először Balatont, tudod? Azért úsztam, mert Egerben mindenki úszott, az nem került pénzbe. A úttörőházzal szembe laktunk, anyukám ott bábozott. És akkor báboztam vele, a barátnője néptáncolt, akkor néptáncoltam vele, akkor körülvet valami olyan jó, szűk, jó értelemben vidéki, vidék olyan, mint egy nagy család, mindenki ismerte a másikat, és tudom, amikor kamaszodtam, és úgy láttam, hogy néznek, ennyi jött csak be, mert anyám nagyon nem járt fodrászhoz, nem járt sehova, ő belülről volt valami egész különleges lény. Most ilyen idős koromban minden, ami jó bennem, azt az anyukától loptam el. Én látod, nyitott vagyok, és mégis vannak dolgok, amikor az ember a közönség előtt van, megtestesít most már egy olyan polgári idolt, amit meg kellene tartani valahol. Hogy van, ami illik, van, ami nem illik, de lehet, hogy én ezt csak a korom és a korosztályom miatt mondom, de
azért valahol ez egy polgári foglalkozás, és ezt azért mondom, mert anyukáiknak se kocsijuk, se nyaralójuk, semmi nem volt. Tehát amilyen én vagyok, azt én a Mezei Máriától, Tolnai Kláritól, abból a környezetből kaptam, Pártus Gézától, a lányoktól, akikkel együtt jártam, akik engem körülvettek. Ha elolvastak egy könyvet, jó, olvasd el te is ezt. Tehát minden, amilyen most vagyok, jó, rossz, azt nekem a környezetem adta. Hát következzen egy lány, akivel együtt járt, és akire nyugodtan mondhatom, hogy idol. Örkény Macskajáték című műve alapján született meg a Szkalla lányok című előadás, amely egy régóta várt találkozást is megteremtett. Tordai Teri egy régi kedves főiskolás osztálytársával állhatott színpadra, a Kossuth-díjas Béres Ilona következik. 1918-ban vagy 1919-ben készült. Én előbb hallottam a Teriről, mint megismertem. Az utolsó vizsga volt a felvételire, és ott halálfélelemben reszketett a társaság, és odajött hozzánk a Dőri Virág, és mondta, hogy nincs itt senkinek esélye, mert van itt egy nagy szőke angóra cica, az majd mindent visz. Hát akkor oda vonultunk, és megnéztük, és valóban ott állt gyönyörűen a Teri. Sose fogom elfelejteni, az egyik lábával támasztotta a falat, ő is kicsit zavarba volt, hogy bámuljuk, és hát nagyon-nagyon-nagyon szép volt valóban. És akkor 4 évet együtt töltöttünk a főiskolán, de furcsa módon minket sose osztottak egy darabba. Hogy kerülsz a szomszédnőt üres lakásába? Édes Gizámezik! Meghívta az Iglódi Pista őt a Csütörtöki Hölgyekre a Magyar Színházba, és ott a Mormarival együtt voltunk hárman, nagyon jól dolgoztunk együtt, és akkor volt egy felkérés a Petőfi Irodalmi Múzeumban, hogy a Berényi Gábor által átdolgozott Macskajáték, amit 2 személyesre írtál Szkalla lányok címen, olvassuk fel. És olyan gyönyörűségesen szép volt az anyag, hogy a nézők nagy meglepetésére mi ezt kívülről mondtuk, megtanultuk. És nem tudtuk elengedni. Hidegár egyszer szólt, hogy az én mesében túl sok a vasorú bába. Ez bárki játsza, ez mindig más, mert olyan szinten lehet lemászni az ember egójának a legmélyére, hogy az is egy utazás és a saját magunk megismerése. Na most, ha ez nagyon személyes, ezt a közönség nagyon díjazza és nagyon szereti. Bemutattuk színházba is, és körbejártuk vele az országot évekig. És tulajdonképpen ez alatt a hosszú, sok-sok hosszú utazás alatt ismertem meg igazán a Terit. Talán neki van igaza. Tordai Teri pályája is szerintem egy hosszú utazás, és olyan nekem úgy tűnik, mint egy nyílt végű sztráda, hogy mindig van rajta valami új és valami meglepő, amit nem gondolnám, hogy ott lesz. Ez így van, tudod, és... azt, mikor azzal kezdted el, hogy türelem, a türelem együtt jár a reménnyel, mint ahogy én most majd úgy fogok tőled elbúcsúzni, hogy annyiféle szépet is jót tartogat még az élet, képzeld el. Tele vagyok nem is tervekkel, hanem azzal a tudattal, hogy annyi szép és jó meglepetés fog engem érni, ami azért nagyon fontos, mert szeretném a mosolyomat továbbadni a lányomnak, az unokáimnak, és azoknak az embereknek, akikkel én együtt dolgoztam. Tudod, hogy ez a mosoly az mindig tele van reménnyel, hogy figyeld meg, hogy milyen jó fog következni, és én ebben hiszek. A pillantása szerintem semmit nem változott, de semmit. Nézem most már hosszú percek óta, és elveszek ebben a gyönyörű pillantásban. Valaki, aki ennyire szép kívül és belül is, az mit gondol az élet legszebb pillanatának? Én nekem, akiket legjobban becsülök, a nők, akik szültek, vagy gyereket nevelnek. Nem a szülés maga is izgalmas. Az, hogy a gyereknek adsz egy lehetőséget, hogy sőt, az se jut eszembe, hogy ne kövessen el olyan hibákat, mint én. Nem, kapjon az élethez lehetőséget, amihez majd én adok neki támaszt, amit mondtam a mosolyommal, a szeretetemmel. Igen, most jutott eszembe, hogy akik rólam beszéltek, vagy ahogy én veled beszélek, szeretetet kapok, és ezt a szeretetet adnám még sokáig vissza. Legyen így, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Önök a Kontúrt, az M5 portré műsorát látták. Adásunkat újra nézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Jövő szombaton este 6-tól újra várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!